Ez az ATV déli híradó. Köszöntöm Önöket, én Gesztesi Máté vagyok. Lássuk főbb híreinket. Orbán Viktor szerint Brüsszel nyíltan megüzente, hogy lengyel mintára akar báb kormányt Magyarországon. 22 havi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, 404 forint felett jár az árfolyam. A fővárosi közgyűlés elé viszi a budapesti olimpia ügyét Karácsony Gergely, egyeztetés kezdődik a kérdésről. Brüsszel jávol kormányt szeretne látni Magyarországon Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök október 23-ai beszédéhez hasonlóan a Kossuth Rádióban is elmondta, hogy Brüsszelben annak örülnének, ha a magyar kormány nem lenne ott kavicsként a cipőjükben. Szerinte ez nem egy rejtett összeesküvés elmélet, Magyar Péterre utalva, akinek a nevét továbbra sem mondta ki, úgy fogalmazott, idézem, belemondták a magyar emberek arcába, miniszterelnök úr, vége van, húzzon el. Itt van az új miniszterelnök, akit mi támogatunk. Orbán Viktor beszélt gazdasági kérdésekről is. Szerinte a gazdaságpolitika mozgásterét az határozza meg, hogy visszatér-e Trump. Azt is mondta, hogy ha a gazdasági semlegesség talaján áll az ország, akkor a 20-25 pontokból álló gazdasági akcióterv 3% fölötti növekedést is hozhat, és ez együtt is járhat majd béremeléssel. A háború kapcsán a miniszterelnök azt mondta, hogy a nyugatnak új élmény, hogy elveszítenek egy háborút, márpedig szerinte ez történt. Azt is bejelentette, hogy hétfőn indul az új nemzeti konzultáció. 22 havi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben. Délelőtt 404 forintot kellett adni az uniós valutáért. A forint utoljára 2023. januárjában volt ilyen gyenge. Szakértők szerint a mostani gyengülés egyik oka, hogy a Fitch hitelminősítő tegnap meglehetősen pesszimista véleményt fogalmazott meg a magyar kormány új gazdasági akciótervéről. A GKI friss elemzése szerint 500 forintos euró kellene ahhoz, hogy versenyképes maradhasson a magyar gazdaság a kormány fizetésemelési tervei mellett. Az elemzők szerint a bérfejlesztés sok vállalkozásnak gondot okozna, ami leépítésekhez is vezethetne. Szerintük az igazi megoldás az lenne, ha a gazdaság szerkezete alakulna át, enélkül a béremelés inflációhoz vezet majd. Nem tudom megígérni, hogy az árakat leszorítom vissza a földre, mert az tönkreteszi a gazdaságot. Hetek óta téma, hogy a kormány intenzív béremelést szorgalmaz, amiből a miniszterelnök szerint majd ki lehet fizetni a magasabb árakat. A kormány célja, hogy 2028-ra 1000 eurós minimálbér és bruttó 1 millió forintos átlagkereset legyen. A GKI friss elemzése szerint viszont nagyjából 500 forintos euró kellene ahhoz, hogy a kormány fizetésemelési tervei mellett a magyar gazdaság versenyképes maradhasson. Euróban mérve évente 7% fölötti mértékben növekedne a költség azoknak a vállalkozásoknak, akik exportálnak. Márpedig ekkora költségnövekedést nem igen lehet átvinni az árakba, tehát magyarul kiszorulnának az uniós piacról, vagy áttennék a székhelyüket egy másik uniós tagállamba, ahol nincs ekkora béremelkedés. Leginkább a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják minimálbéren a dolgozókat. Az elemzők szerint jó részüknek gondot okozna, ha drasztikus mértékben növekedne a bérezés. A GKI abból indul ki, hogy a magyar gazdaság örökre összeszerelő üzem lesz. A Hold portfólió kezelője szerint elengedhetetlen lesz a vállalatok termelékenységének növelése. Bár sok olyan kis vállalkozás van, amelyek költségvetésébe nem fér bele a fejlesztés. Mindenkinek a saját cége tud magasabb fizetést adni, abban az esetben, ha nagyobb hozzáadott értéket termel. Tehát igen, ez az a... Ugye gondoljuk végig, hogy tudunk Magyarországból Svájcba eljutni, elvileg, hogy egyre nagyobb a hozzáadott érték, egyre több bért kaphatnak az emberek. Tehát ezen az úton annak az az első lépés, hogy bizony megszűnnek azok a cégek, amik nagyon kicsi hozzáadott értékkel dolgoznak. Hozzátette, amíg a gazdaság szerkezete nem javul, addig az emelkedő bérek és a gyengülő forint emelkedő inflációhoz is vezetnek. Bütlő Ferenc közgazdász szerint a kormány béremelési ígéretei nem vehetők komolyan. Ő sokkal inkább választási ígéretnek tekinti őket. Egy elég merész ígérgetés, hogyha olyasmit ígérgetek, olyan mutatóra mondok valamit, hogy mennyi lesz 4 év múlva, amelyikben nincsen közvetlen befolyásom, csak egy részére. Minden esetre a GKI elemzése szerint kérdéses a realitása a kormány bérfelzárkóztatási tervének. Az emelést a közalkalmazottak esetében is végre kellene hajtani úgy, hogy még az idei pedagógus béremelés is uniós források segítségével valósult meg.
Legkorábban tavasszal dönthet az Európai Parlament plenáris ülése Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, írja a Népszava. A lap meg nem nevezett forrásból úgy értesült, hogy a jogi bizottság előtt fekvő dosszié felelősét november közepén vagy december elején fogják megnevezni a szaktestületben ülő pártok szóvivői. Polt Péter legfőbb ügyész szeptember végén kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését az Európai Parlamentnél, miután lopás miatt eljárás indult ellene. Közben a Szabad Ország Mozgalom nevű kispárt, amellyel Magyar a Tisza párt átvétele előtt egyeztetett, nyílt levélben állítja, a párt hivatalos okiratai fél éve a politikusnál vannak, és nem adja őket vissza. A teljes szavazókorú népességben is átvette a vezetést a Tisza párt a Fidesz-KDNP-től, eszmérte a Publikus intézet. Nem sokkal később a Nézőpont intézet is bemutatta friss közvélemény kutatását, ami azonban magabiztos kormánypárti előnyt mért. A híradónknak nyilatkozó elemzők is óvatosságra intenek, ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy a tendenciák a 2006-os időkhöz hasonlítanak, amikor az MSZP elveszítette elsőségét. Sokan, de elegene. Ezek a kérdések már másképp csengenek a napokban a Tisza párt támogatottságával kapcsolatban. Csütörtökön a Publikus intézet a Népszava megbízásából készített közvéleménykutatása azt mutatta, hogy a Tisza párt nem csak a biztos szavazók, hanem már a teljes népesség körében is megelőzi a Fidesz-KDNP-t. A többi párt közül egyedül a DK jutna be a parlamentbe, ha most lennének a választások. Szerdán a 21 kutatóközpont felmérése a biztos szavazók körében mutatott 2%-os Tisza előnyt a kormánypártokkal szemben. A kutatásokra reagálva Kovács Zoltán kommunikációért felelős államtitkár nem tulajdonít jelentőséget a méréseknek, az Indexnek arról beszélt, azok készítését a politikai véleménybefolyásolás eszközének tartja. Szintén csütörtökön megjelent a Nézőpont intézet kutatása is, ami szerint viszont a Fidesz-KDNP stabilan őrzi előnyét, a teljes népességben és a biztos választók között is. Utóbbi körben 49%-on áll a kormánypárt, míg a Tisza 34%-on. A híradónknak nyilatkozó elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a hibahatáron mért Tisza előnyt akkor lehet valódi trendfordulónak tekinteni, ha egymást követő kutatások is hasonló eredményre jutnak. Ugyanakkor létezik olyan, már felnőtt generáció, amelynek tagjai most először láthatják a mérésekben, hogy azt nem feltétlen a Fidesz-KDNP vezeti. 18 év óta először van egy párt, amelyik népszerűbb jelenleg a választók körében, mint a Fidesz, ugyanis a teljes népesség körében a Fidesz támogatottsága 23, a Tisza párté pedig 24%-on áll. A Publikus elemzője kiemelte, hogy a kutatás szerint a lakosság 70%-a szerint rossz irányba mennek a dolgok az országban. Már korábban is előfordult magas elégedetlenség, az adatok a 2006-os augusztusi, tehát még az összödi beszédet megelőző közhangulathoz hasonlatosak. Akkor a medián 72%-os elégedetlenséget mért, illetve azon a nyáron szerezte meg, mint kiderült tartósan, a vezető helyet a még ellenzéki Fidesz. Ennyi év alatt sokat változott a mostani kormánypárt szavazóbázisa, erről már Szabó Andrea beszélt. Körülbelül 40 év az a határ, ami alatt már nem a Fidesznek van a nagyobb támogatottsága, és minél idősebb valaki, különösen 60 év fölött, pedig egyértelműen nagyságrendileg vezet a Fidesz. 18 évvel ezelőtt ez fordítva volt, tehát akkor azt láttuk, hogy 60 év fölött az MSZP-nek volt a nagyobb támogatottsága, és 40 év alatt volt a Fidesznek a támogatottsága. Tehát pont reciprokja volt a mostani időszaknak. Magyar Péter a friss kutatása úgy reagált közösségi oldalán, hogy a munka nagy része még hátra van, korábban pedig azt írta, hogy Orbán Viktor rendszerének vége van. A Fidesz parlamenti frakció vezetője ironikusan kommentálta a Publikus adatait. Kocsis Máté szerint a Publikusnál akár -0%-ra is mérni fogják a kormány támogatottságát. Lemondott posztjáról Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, tudta meg a Gulyás Ágyú média. A portál egy belső levelezést szerzett meg, amelyben Molnár az október 19-i elnökválasztás eredményével indokolta döntését. A politikus az elnöki tisztségre pályázó három jelölt közül nem a megválasztott Komjáti Imrét, hanem Veres Gábort, az MSZP józsefvárosi szervezetének elnökét támogatta a háttérből. Levelében azt írja, hogy a történtek után új kihívások felé fordul. Molnár Zsolt egyébként egyike annak a 4 szocialista politikusnak, akik ellen korrupciós bűncselekmények miatt emeltek vádat néhány hete a zuglói és az új budai parkolási rendszerrel összefüggésben.
Pucskísérlet zajlott ellene Gödöllőn, állítja Gémesi György. A polgármester azután mondta ezt, hogy a tegnapi testületi ülésen váratlanul szembe került saját alpolgármesterével. Bárdi Péter és a Gödöllői Lokálpatrióta Klub ugyanis a polgármesteri főtanácsadói pozíció megszüntetését kezdeményezte, amit a testület meg is szavazott, így Gémesi György elvesztette legközelebbi tanácsadóját, L. Péterfi Csabát. A polgármester végig ellenezte a javaslatot, de nem tudta megakadályozni. A szavazás után válaszként visszavonta alpolgármestere összes hatáskörét. Tehát azt a lehetőséget vették el tőlem, hogy a saját munkámat azokkal lássam el, akikkel én szeretném. Tehát ez sajnos egy olyan történés, amit én nem tudok elfogadni a polgármester úrtól. Ezt úgy értékelem, mint egy pucskísérletet, és meg is hoztam ezzel kapcsolatos döntésemet saját hatáskörben. Bárdi Péter alpolgármester úr minden feladatát elvettem. A polgármester ellen forduló képviselők egy Facebookra feltöltött videóban magyarázták meg döntésüket. Ebben arról beszélnek, hogy nagyon sok gödöllőit zavart a főtanácsadói pozíció. L. Péterfi Csaba személye ugyanis évek óta megosztja a gödöllőieket. Azt is hozzátették, hogy az elmúlt hónapban háromszor egyeztettek a polgármesterrel az ügyben, ezért javaslatuk nem érhette őt váratlanul. A jogaitól megfosztott alpolgármester azt mondta, hogy nem akartak szembefordulni a polgármesterrel, csak ebben az ügyben nem értettek egyet. Közös tájékozódásra és döntés előkészítő együttműködésre kérte fel a fővárosi önkormányzatot a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Paralimpiai Bizottság. Ennek célja, hogy megvizsgálják, Budapest és Magyarország számára előnyösen megrendezhetőek-e az olimpiai és paralimpiai játékok. Karácsony Gergely a Facebookon közölte, hogy az olimpia ügyét a fővárosi közgyűlés elé terjeszti. Hozzátette, a tervek kidolgozása után az ügyről a budapestieket is meg kell kérdezni. A főpolgármester korábban úgy nyilatkozott, bizonyos feltételekkel támogatná a 2036-os budapesti olimpia ügyét. Ezek egyike, hogy a szükséges fejlesztéseket az állam végezze el. Mi arra hívjuk fel a fővárost, hogy vegyünk részt ebben a tájékozódási folyamatban, ami eltarthat akár 2-4 évig is, és ebben a tájékozódási folyamatban, ami nem kerül pénzbe, nem kerül adófizetői pénzbe, tud tájékozódni a Nemzeti Olimpiai Bizottság és a főváros vagy Magyarország avval kapcsolatban, hogy milyen feltételek mellett lehet olimpiát rendezni. Azt javaslom a fővárosi közgyűlésnek, hogy a jövő héti közgyűlésen foglaljon állást ennek a meghívásnak az elfogadásával kapcsolatosan, és azt javaslom, hogy a fővárosi közgyűlés, a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés alkotó frakciók vezetőivel üljön egy asztalhoz az Olimpiai és Paralimpiai Bizottság munkatársaival, és nyissunk egy párbeszédet arról, hogy Budapest milyen olimpiai és paralimpiai játékokat tud elképzelni, és vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy tudunk-e ebben közös álláspontot kialakítani. Időközben Vitézi Dávid is megszólalt a budapesti olimpia ügyében. Azt közölte, hogy az általa vezetett Podmanicki mozgalom fővárosi frakciója óvatosan, de világos feltételekkel támogatja a kölcsönös tájékozódás megkezdését. Így ha a közgyűlés a folyamat megindítása mellett dönt, részt vesznek a közös gondolkodásban. Vitézi Dávid hozzátette, csak olyan olimpiát tudnak elképzelni, melynek eredményeként Budapest forrásai bővülnek és nem szűkülnek. Meglehetősen óvatosak vagyunk, és számos feltételünk van egy lehetséges budapesti olimpia kapcsán, de azt gondolom, hogy távol maradni egy ilyen egyeztetéstől az nem a helyes döntés. Mindenképpen akkor szabad csak egyáltalán beszélni is erről, hogyha az a kormányzati politika, ami elvonja a forrásokat, vidékre költözteti az intézményeket, leállítja a legfontosabb közberuházásokat, az megváltozik. Ameddig ez nem változik meg, addig nincs mit beszélni budapesti olimpiáról. Külföldön értékesíti a kormány az orosz beszerzésű gáztöbletet, írja a Népszava. A lap az Eurostat adataiból számolta ki, hogy ez év augusztusáig Magyarország 1,7 milliárd köbméter földgáz exportált. Arra is emlékeztetnek, hogy a kabinet a zuhanó hazai kereslet ellenére növelte az orosz beszerzést. Azt is írják ugyanakkor, hogy az idén értékesített mennyiség nem számít rekordnak. 2019-ben ugyanis például az első 8 hónapban értékesített földgáz mennyisége 5,9 milliárd köbméteren állt.
Legkevesebb 4 ember, köztük egy 84 éves férfi megsérült Izraelben, miután több mint 120 rakétát lőttek ki az országra Libanonból. Eközben az izraeli légierő a Hezbollah beiruti fegyvergyártó üzemeit támadta, de Dél-Libanonban is folytatódtak a terrorszervezet elleni harcok. Gázában a Hamas egy korábbi iskola épületében kialakított parancsnoki központját lőtték. Helyszíni jelentések 17 halottról és több mint 40 sebesültről számoltak be. Az orosz erők 4 kelet-ukrajnai települést támadtak, hogy kiterjesszék befolyásukat a Donyecki térség fölött. Emiatt lobog orosz zászló az ukrajnai Szelidove egyik társasháza tetején. Az orosz parlament alsóháza eközben megszavazta az Észak-Korea és Moszkva közötti kölcsönös védelmi partnerségről szóló szerződést. A Fehérház szerint észak-koreai katonákat szállítottak Oroszországba, akiket Washington szerint az ukrán fronton fognak bevetni. Ezt alátámasztandó sajtóértesülések szerint már kiképzésük is megkezdődött. Moszkva mindezen állításokat álhíreknek nevezte. Mélypontra süllyedt a nyelvvizsgázók száma, írja a Népszava. A lap az oktatási hivatal adatait ismertette, amelyek szerint 2024 első fél évében alig 39 ezeren jelentkeztek vizsgára, ami 5 ezerrel kevesebb, mint 2023 azonos időszakában. A csökkenés a 2022-es adatokhoz viszonyítva még drámaibb, ekkor ugyanis 13,5 ezerrel többen jelentkeztek nyelvvizsgára, mint most. Szakértők szerint a vizsgázók számának csökkenése mögött egyértelműen az áll, hogy a kormány eltörölte a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga kötelezőségét. Ember számára méltatlan körülmények között élnek a siófoki kórház nővérszállójának lakói. Ezt a város polgármestere mondta, miután az épületben járt. A nővérszálló az állam és az önkormányzat közötti osztatlan közös tulajdont képez. A város az alsó szinten kulturált házi orvosi rendelőt működtet, a tragikus felső szint azonban már az állam fennhatósága. Így néz ki kívülről a siófoki kórház nővérszállója. Ide stábunk nem mehetett be, de a város polgármestere egy bejáráson készült képeiből adott néhányat. Ezeken látszik, hogy belül az épület még a külsőnél is rosszabb állapotban van. Alsó szinteket használjuk, a házi orvosi rendelőink vannak kialakítva, azok rendben vannak, annak idején fölettek újítva, azóta is karban vannak tartva. Viszont a felső szintek, ahol az említett egészségügyi dolgozók vannak elhelyezve, én most személyesen győződtem meg róla, hát 19. századot idéző állapotokban kell, hogy éljék a mindennapjaikat. A 30 éves épületet elkészülte óta érdemben nem újították fel, ez látszik is az állapotán. A város főmérnöke szerint az épület már statikailag is veszélybe kerülhetett, amire a földszinten látható repedések is utalnak. A gépészeti elektromos hálózata az már rég megérett a rekonstrukcióra, mint ahogy egyébként a belső építészeti, illetve az utóbbi időben már úgy tűnik statikai szempontból sem tökéletes az épület, hiszen több helyen komoly repedések jelentek meg. Az állam dolga lenne a felső szintek rendbetétele. A szakemberek szerint annyira rossz már az épület állaga, hogy a tatarozás 100 milliókba kerülhet. A létesítményi főmérnökünkkel beszéltem is erről. Ő is olyan félmilliárdosra becsüli ezt a felújítási részt, ha amennyiben nyilván jó színvonalon és teljes körűen szeretné a tulajdonos. A polgármester úgy döntött, hogy itt azonnali segítségre van szükség, ezért közvetlenül a belügyminiszterhez fordult segítségért. Abban bízik, hogy Pintér Sándor látva a helyzetet intézkedni fog. Kerestük a belügyminisztériumot, választ adásunkig nem kaptunk. Kétszeresére növeli jövő évtől Velence azoknak a napoknak a számát, amikor belépődíjat szed a turistáktól, közölte a város polgármestere. Az intézkedés célja, hogy a turisták ne egyszerre lepjék el az olaszországi várost. Előzetes foglalással április és július között meghatározott napokon 5 eurót kell majd fizetni, ha valaki be akar lépni a városba. De az összeg 10 euróra emelkedik, ha a látogatás előtti 4 napban foglalnak. Zenetörténelmet írta a Malmöi Szimfonikus Zenekar, miután egy csellózó robottal lépett fel. A koncerten egy svéd zeneszerző kifejezetten a robotra komponált új művét mutatták be. A zeneszerző felszabadítónak nevezte a komponálás élményét, mely során az emberi képességeken túlmutató darabot írhatott. A művész ugyanakkor kiemelte, nem hiszi, hogy a robotok bármikor is lecserélhetnék az emberi zenészeket.
Vajon így van-e ez a televíziós műsorvezetőkkel? A kérdést egy televíziós legendának teszem fel, Dömsödi Gábornak, aki ma a Fórum műsorvezetője. Mit gondolsz, Gábor? Szerintem engem pillanatok alatt lehetne egy robottal helyettesíteni, csellózni meg nem tudok. Viszont három témát ajánlok. Az egyik az, hogy miniszterelnökünk reggeli rádióbeszédében elmondta, hogy Brüsszel bábkormányt szeretne Magyarországon. Hát erről beszélgethetünk, már beszélgettünk is. Aztán lemondott Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója, kíváncsi vagyok a véleményükre. És a harmadik pedig a ti híradótokban is szó volt a forint árfolyamáról. Most éppen 403,809 ezreden áll. De a GKI azt mondta, hogy akkor lehetne fenntartani a beígért béremeléseket, átlagbér és minimálbér emeléseket, hogyha 500 forint lenne az euró árfolyam a forintban. Ezeket javaslom, de természetesen mindent és mindenkit meghallgatok. Úgy tudom, csellózni például sosem késő megtanulni. Én minden esetre visszavárom Önöket 17 óra 25 perckor egy újabb híradóval, addig is, ha tehetik, maradjanak az ATV-vel.